2018. február 3-a van, ami egy rendkívül jeles nap valamennyi magyar motorsportbarát motoros számára, hiszen ma lenne 70 esztendős a legendás Drapál János. Az ő születésnapjának a tiszteletére egy nagyon szép megemlékezés szerveződött a mai napon, és erre jöttünk el természetesen mi is, és szeretnénk megmutatni nektek, hogy mi történt itt ma. Tisztelt ünneplő közönség, kedves emlékezők! Drapál János emléke nap mint nap előttünk van Pilisszentivánon. Akkor is, amikor a róla elnevezett utcán elhaladunk az emlékműve előtt. Akkor is, amikor a Szent Iváni temetőben egy tisztelgő pillantást vetünk a bokós és a sír emlékére. És akkor is, amikor belépünk az általános iskola kapuján, felnézünk a falra, és ott látjuk hatalmas fényképet Jánost a babérkoszorúval. Az igazi fénypont azonban az volt, amikor legnagyobb kortársai kezdtek el sztorizgatni a legendás magyar motorversenyzőről. Nem tudtuk, hogy mennyit fogyaszt a motor. Na, a biztonsági okokból volt nekem egy ilyen esőköpenyem, jó nagy zsebben rendelkezett, vele fért egy literes kasszol. A meglepetés már ott kezdődött, hogy az első sorból saltoltunk, és tulajdonképpen az igazsághoz hozzátartozik. Na, hát ha itt földvezető kör van, elfogy a üzemanyagunk, ebből oltári nagy balhé lett. Ami azért is előfordulhatott, gondolom, mert olyan a pálya, hogy gimbes dombos, és hát ezt azt hiszem, hogy talán néhány szakember ülés nem nagyon lehet tanulni. Az igazság az, hogy nem nagyon ismertük a pályát, mert akkor készült el, úgyhogy első alkalommal voltunk ott. Na, de a lényeg az, hogy a kiskanna ott volt, körbenéztem, senki nem figyelt, le a tancsapkát túl bele a liter benzint a tankba. Másodperc töredéke alatt fejlütöttek, kivittek az első sorból bennünket. Na, ez már jó kezdődik, mivel aztán a mezőnyön átevickéltünk átsó sorba, hogy el kellett menni. Nagy nehezen sarcát szerint meg kellett nézni, mert annyira ismerősök voltak, hogy senki nem ismert bennünket. Sportbíróknak kellett rendet csinálni tulajdonképpen, hogy új el tudjuk foglalni a rajtorcánkat. Hát aztán a sikerült elintézzék a dolgot, de attól a pertől kezdve jobban figyeltek rám, mint egy szürke manuszra. Mert ugye, mondjuk vegyük alapul azt például, hogy a NBA busztánál 7 kapek szaladgátott a busztánál össze-vissza, ugye én meg egyedül kellett megoldani azokat a dolgokat tulajdonképpen, amik rám tartoztak, ugye? Hát nem volt könnyű feladat, de a lényegre visszatérve, szerencsésen megúsztuk ezt a sartot. Ez a pálya akkor 17 kilométer hosszú volt, 5 falon keresztül ment. Volt erdő benne, volt egyenes, volt forduló, volt macskakő, volt mindenféle útviszonyok között. Ez a Brünói pálya, ugye? Ez a Brünói pálya, ahol a Jancsi az első győzelmét aratta. Mert ugye tudjuk, hogy négy világbajnoki futamot nyert. Ez volt az első, de olyan volt, hogy egy utca hosszal nyert, tehát az élegyenesnek az elején kifordultak, és a végén volt egy forduló a faluba be, ő neki akkora előnye volt minden az első körben, hogy az egyenes, a célegyenes előnye volt. Lementek a hivatalos programok a Drapál János megemlékező műsorban, és hát azért ez a műsor ez nem lehetne úgy teljes, hogyha nem beszélgetnénk ugye Jani fiával, Ferivel, mi ráadásul egyidősek is vagyunk, meg már egy pár éve ismerjük egymást. Hogy jött össze ez a megemlékezés, Feri, a édesapád emlékére? Tehát milyen út vezetett oda, hogy konkrétan ugye ma a 70. születésnapján ez a gyönyörű program létrejöhetett? Ez nagyon gyorsan jött létre, ugyanis december közepén keresett meg már tulajdonképpen kész tervekkel a főszervező Eszter István, aki az édesapám utolsó időkben a buszát vezette, és egy rettentő nagy rajongója is volt egyben. És kicsit elszakadtak a kapcsolatok, és
ő úgy gondolta, mivel ez egy kerek évforduló ez a 70, hogy mindenképpen méltóképpen meg kell ünnepelni. Az oroszlán részét azt abszolút ő csinálta, én a hátteret biztosítottam, nem nekem is volt túl sok időm foglalkozni sajnos, munkámból adódóan. Amit tudtam, megtettem, tegnap még 11:30-kor még itt rendeztük a helyszínt, nem voltunk túl sokan erre, és ez lett belőle, amit most láttok. Számomra meglepő volt, hogy sokan jöttek el, vagy fogalmazhatunk, hogy egy kicsi volt a terem, vagy a termek. Ti számítottatok ennyi látogatóra? Én mindenképpen számítottam ennyire, igazából engem nem lepett meg, ugyanis ez úgy indult újra, ezt mindenképpen a Böröcki Pepinek lehet köszönni elsősorban, illetve a Talmácsi Gabinak, aki szintén ellátogatott ide hozzánk, hogy amikor ő már elkezdte, hozta a jó eredményeket nemzetközi szinten a Talmácsi Gabi, a Böröcki Pepi, mint Eurosport szakkommentátor, mindig nagyon aranyosan, csibészesen becsempészte a közvetítésekbe, hogy hát azért volt nekik egy Drapály Jánosunk. És akkor így megint előkerült a neve, illetve igazából mivel a szakma az itt sem képviselteti magát, az elmúlt 32 évben is nagyon-nagyon minimálisan csak a kötelezőkhez tartotta magát, és viszont Németországban is iszonyú élénken él az emléke. És ott egy emléktábla hatáson, egy svájci versenypálya mellett, ahol egyébként a mai napig ő az abszolút rekordtartó, mert 13-szor nyerte meg a versenyt, 8 abszolút leggyorsabb kört ért el, ez autókkal együtt is értendő esőben is, óriási tisztelet övezi, és amikor volt ez az emléktábla hatás, akkor tulajdonképpen én akkor kaptam azt az inspirációt tőlük, rajtuk keresztül, hogy az úgymond átlag emberek sokkal jobban érdeklődnek iránta, mint a szakma, és ezért nekem is tulajdonképpen kutya kötelességem az ő emlékét úgy ápolni és továbbadni, hogy az átlag emberek is tudomást szereznek róla, még több ismeretet, mert ugye megvolt a tisztelet, a szeretet iránta, de kevés információval rendelkeztek, mert ugye nem volt ez anno, az ő idejében sem volt népszerű nálunk a motorsport, nagyon kevés híradás volt, és akkor így elkezdtem a lehetőségeimhez képest elkezdtem ezt újra föléleszteni, és ez lett belőle. Hogy a mai fiatalok is gyakorlatilag tudjanak róla annyit, ahogy az őt megilleti. Azt gondolom én legalábbis. Egy picit tudsz nekünk mesélni azokról, hogy milyen motorok vannak most ide kihozva? Mert ugye akik kijönnek, személyesen néhány igazi relikviát is láthatnak tulajdonképpen test közelből. Természetesen. Hát igazából 3 darab eredeti motor van, amivel ő versenyzett, illetve bocsánat, 4 egész pontosan, és egy 105-ös Morbidelli, és 3 darab 250-es Yamaha, illetve egy relikvia, amit egykori, tulajdonképpen hát későbbi versenyzőtársa, a Nagy Laci épített össze, pusztán emlék szempontból, saját magának emlékezés szempontjából, nagyon-nagyon hasonlít az ő eredeti motorjára, illetve itt látható még ez a kis motor, akit mindenki, aki idejön, láthatja, ezt egy nagyon gyerekkori, majdhogy nem pelenkás barátom készítette, szintén saját emlékre, és a rendelkezésünkre bocsátotta, illetve van még egy 50-es Aerox Yamaha, amit egy fényező ismerősöm csinált meg, szintén egy 84-es dizájn alapján fényezte le, ezzel is tisztelegve édesapám emlékének. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket megosztottad velünk. Gondolom, hogy neked azért itt ez egy nagyon, hogy mondjam, egy nagy nap, hogy ennyien eljönnek, meg ennyi mindenkivel tudsz beszélni. Ugye volt egy felhívás, hogy hozzanak régi fényképeket apukádról. Pont az előbb láttuk itt, hogy kaptál is egy ilyet. Azt elmondod, hogy az milyen kép volt? Sajnos nem kaptam meg a képet. Csak megmutatta az úr? Csak megmutatta az úr. Igazán, hogy édesapám nem szerepel rajta. Ő egykori katonatársa volt, és a galerit, akikkel együtt katonáskodtak. Ő már meglátogatta az emlékművet is, úgyhogy ennyire élénken él az emlékük, ami nekem természetesen egy borzasztó jó érzés, mert nekem a
bakancslistám egyik pontja az, hogy ameddig én tudom, a lehetőségeimhez, meg a képességeimhez mérten az emlékét ameddig csak lehet életbe tartsam, illetve ugyanúgy tovább örökítsem, ahogy mondtad, a fiatalok, akik nem ismerték, hogy a lehető legtovább éljen az emlék az emberekben. Nagyon sok erőt kívánok ehhez a munkához, mert hogy nagyon megéri ebbe energiát fektetni. Köszönöm szépen, hogy kicsit beszélgethettünk. Én köszönöm a lehetőséget. Amennyiben tetszett, kérjük nyomj egy lájkot, iratkozz fel csatornánkra, és nézd meg egyéb videóinkat is.